Vita a kifli áráról. Rogán Antal szerint a kereskedők nem csökkentik az árakat, pedig olcsóbb lett az üzemanyag. A Fidesz frakcióvezetője ezért behívatja magához az érdekképviseleteket. A Kereskedelmi Szövetségnél azt mondják, szinte minden olcsóbb lett, pedig az árakat nem csak az befolyásolja, hogy mennyibe kerül a benzin. A Demokratikus Koalíció szerint inkább az áfát és a gáz árát kellene csökkenteni a kormánynak. Kifli vásárlás egy áruházban. Rogán Antal szerint például a pékárukat is sokkal olcsóbban kellene árulni az üzemanyag árak drasztikus csökkenése miatt. Az elmúlt években nagyon sokszor hallgattuk azt, amikor emelkedett a benzinára, hogy a PIK Szövetség, de más szolgáltatások érdekképviseletei is elmondták, hogy sajnos ennek az árban jelentkeznie kell, és az áraknak emelkedni kell. Most a benzináraknak egy nagyon erős és dinamikus csökkenése figyelhető meg, azonban nem látom azt, hogy mondjuk a kenyér vagy a kifli ára csökkent volna. Azt mondja, éppen ezért a gazdasági bizottság elnökeként magához hívatja az érdekképviseleteket, és szorgalmazni fogja náluk az árcsökkentést. A Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint viszont a kereskedők igenis csökkentették az áraikat az elmúlt hónapokban. Még annak ellenére is, hogy például a forint gyenge árfolyama vagy az adóemelések miatt a gyártók drágábban adják a termékeiket. A fogyasztói árat egyébként számos tényező befolyásolja, így például az ipar vagy a beszállító átadási ára. Itt nem volt csökkenés a KS adatai szerint az elmúlt hónapokban. A kereskedelem ennek ellenére visszafogta az áremelést, vagy pedig ahol lehetett csökkentette is a fogyasztói árat. A DK szerint a kormánynak lenne eszköze arra, hogy elérje a fogyasztói árak csökkenését. Rogánnak nem másra kell mutogatnia, nem fenyegetnie kellene piaci alapon működő cégeket, hanem csökkenthetni az áfát és csökkenthetni a gáz árát. Hogyha ezt a kettőt megtenné kormányzati szereplőként, akkor tényleg olcsóbb lenne a kifli Magyarországon. Az ellenzéki párt alelnöke szerint az üzemanyag a kőolaj nemzetközi árának csökkenése miatt olcsóbb, és ez hatással van a földgáz árára is. A DK számításai szerint így akár 20-30%-kal is csökkentetni a kormány a gázhatósági árát, és akkor valóban olcsóbbak lennének a fogyasztási cikkek. De ugyanígy hozzányúlhatnának az áfához is, ami nálunk a legmagasabb a világon. A Fidesz írásban úgy reagált, a baloldal, amikor lehetősége volt rá, nemhogy nem csökkentette, hanem háromszorosára emelte a gázárát.